9300 kilométer, méghozzá egy Wartburga, sőt még több, mert ez csak az odaút volt. Budapest-Bamako-rali, ezt teljesítette egy Wartburggal egy magyar páros, de most már itt vannak, tehát vissza is jöttek onnan, méghozzá Vásárhelyi Csaba és Márta Károly. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Gratulálok egyrészt magához a teljesítményhez, másrészt magához az autóhoz is, ami egészen fantasztikus. És ugye 9300 km volt a verseny csak oda, de most itt vagytok már, tehát gyakorlatilag kétszer is megtettétek ezt a távot. Ez a Wartburg, ez egészen elképesztő. Minek köszönhető, hogy ilyen teljesítményre képes? Ugye történelmi volt maga a tett, hiszen először tette meg páros ezt a távot, méghozzá két ütemű autóval. Wartburg. Mit tud ez a Wartburg? Hát tulajdonképpen... Olyan, mint a, egy normál Wartburg, vagy hogyan van fölturbózva? Egy picit föl van jobban készítve, a futóműve meg van erősítve. A motoron egy picit dolgoztunk, az üzemanyag ellátó rendszer az elektronikus már, a szivattyúja, elektronikus hajjeladós gyújtása van. Tehát vannak vele egy pici módosítások, az elektromos részét megerősítettük, ugye a rengeteg ajzatnak meg egyéb konzolnak köszönhetően muszáj volt, meg külső világításokat kapott, ami ott nagyon jól jön. Teherautó gumikat kapott, tehát erősített oldalfalú gumikról van szó. Gyakorlatilag ennek köszönhető, illetve hát annak, hogy ez egy Wartburg. Igazából ez a mindent is kibíró Wartburg. Fölpattintjuk, hogy mi is rejlik ideben, meglátjuk már is tehát ezt a motort, amelyen némi átalakítás azért volt. Reaktor. No, mi az, ami itt most különbözik, vagy mi az, amihez hozzányúltatok? Hát többek között egy cserélhető betétes légszűrő van benne, ami magában a betét is szétszedhető. Ott némi tartalék alkatrészt látható. Nagyobb generátort kapott az autó, egy 70 amperórás generátor van benne. A szokásos kerek porcelán biztosítékok helyett késes biztosítékok vannak betéve a járműbe. Kevlar kuplungtárcsa van benne. Gyakorlatilag amit lehetett elkövetni azért, hogy az autó üzembiztos és erős legyen, kapott egy ilyen antilop lögdöső rácsot, hogy a különböző felpattanó dolgokat, ágakat, stb. Visszaverje. Ezt elkövettük az autóval. Ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy ez egy Wartburg, és ennek köszönhetően bírja ki. Tehát ezek az autók, ezek még olyanok, amik gyakorlatilag tényleg bármit kivírnak? Szinte azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát megdöbbentő, sokan kétkedtek, meg kétségekkel fogadták, hogy ez ki fogja bírni ezt a Uzbet nekünk 17 ezer kilométeres utat, de igen, simán. Tehát én bíztam benne mindig is, hogy ez meg fogja ezt szolgálni. És hát mivel az elmúlt sok évben, ugye az elmúlt 40 év alatt ugye gyakorlatilag ezek az autók felépítették a fél ország összes nyaralóját. Így azt kell, hogy mondanom, hogy igen, ezek mindent kibírnak szinte. Tehát egyszerű a javítása. Ugye annak vagyunk a hívei, mint wartburgosok, amit úgy lehet javítani, hogyha elejtem a 10-es kulcsot, alul kiesik. Tehát akkor azzal már nagy probléma nem lehet. Lehet látni, hogy azért a Wartburg az maga, hogyha a belső részt nézzük, az hasonlít ahhoz is, ami gyakorlatilag egy normál Wartburgon is megfigyelhető. Azért ezzel megtenni ilyen hosszú távot, azért az nem olyan egyszerű. Kényelem szempontjából a sivatagban ez milyen volt a gyakorlatban? Hogy mondjam, tehát nem véletlenül vannak benne Honda ülések, pont azért, hogy a kényelem egy kicsit jobb legyen, de azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát a sivatagban a futómű felfüggesztése, a gyári, tehát maga a gyártás konstrukciója azt eredményez, hogy viszonylag puhán jár. Tehát ugye régen mindig mondták a Wartburgról, hogy billegős, na most ennek köszönhető azért megvan a futómű karakterisztikája ahhoz, hogy ne pattogós, rázós legyen, hanem viszonylag elég puhán járjon a masina. És ennek köszönhetően végül is elviselhető volt. Kaptunk alulra egy jó pár nagyobb követ, ami meg is látszik a padlólemezen, illetve hát itt-ott az autón vannak sérülések, de azt mondom, hogy teljesen jól vizsgázott, tehát kétség nem volt efelől nálam. Azt olvastam, hogy az ötletgazda is te voltál. Igen, mert a hülye ötletekben elő kell járni valakinek mindig. És igen, az igazság az, hogy van nekünk egy Wartburg DDR nevezetű csoportunk, Facebookos csoportunk, ahol 5000 tagunk van, és itt sok megszállott Wartburgos van. És miért ne járjunk elő jó példával, és mutassuk meg azt, hogy az autó mire képes, illetve, hogy a fiatalabb nemzedéket is instruáljuk egy kicsit, mert nagyon sok fiatal van nálunk a csoportban, akik művelik ezt az ágat a mai napig, és előszeretettel kezeljük ezeket a régi járműveket, tehát
dicsőségét próbáljuk visszaállítani, meg fényezni ennek az autónak. Ami még szintén jellemző a különböző sivatagos éghajlaton fekvő területekre, hogy nagyon szélsőséges maga az időjárás. Tehát van nagyon meleg, meg van nagyon hideg. Erre ti hogyan készültetek, és ezt milyen volt megélni az autóban? Ez nagyon egyszerű a válasz erre. Igazából, ahol nagyon meleg volt, ilyen 44 fok körül és stb. Ott, mivel az autó nem erre az éghajra lett készítve, egy picit melegedett a motor, ezért a fűtés az teljes fokozattal ment bent. Ezáltal nálunk 75 fok volt, tehát teljesen jó volt, de ez a kis a por, meg egyebek elvette ezt a kis probléma, a kellemetlenségét, hogy a melegre figyeljünk. Volt egész más bajunk, tehát amúgy nincsen vele gond, tehát úgy érzem, hogy azért igazodik valami a környezeti viszonyokhoz, az utakhoz is, a kiugráló állatokhoz, tehát mindenhez, tehát ez tudja azért az autó. És amikor nagyon hideg volt, arra hogyan készültetek? Van fűtés benne egyébként, fűtés az első osztályú, de nagyon hideg nem volt, tehát ott nem nagyon van hideg, tehát úgy kevésbé. Úgy, itt ezen az északi felén a tájéknak még azt mondom, Marokkóig még a nappal meleg, éjszaka hideg, de viszonylag, de én szeretem a hideget, Csaba barátom, ő nem bírja a hideget, ő a meleget bírja, tehát így kiegészítettük egymást. Ez egy óriási vállalás volt, és egy óriási tett, amihez még egyszer gratulálok. Megvan már a következő cél is? Vagy szeretnétek ismételni, vagy kinéztetek akár egy másik rallit? Ebben a kérdésben nem nyilatkozom szerintem most semmit. Az ötletgazda, hát van egy új ötlet. Ötlet mindig van, de egyelőre ez még nincs. Vegyük úgy, hogy ez nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, megmutattátok nekünk ezt a csodát, és még egyszer tényleg gratulálok, le a kalappal előttetek. Köszönöm szépen. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet egyelőre, de nem menjenek sehova, már is folytatjuk majd a Napindító Plusszal.